Sziporkázó futballt ugyan nem láthattunk, de győzött a Fradi a Lett Jelgava ellen az Európa Liga első selejtezőkörének első meccsén. A magyar futball jelenlegi helyzetében minden ilyen eredményre óriási szükség van. Itt Thomas Doll csapata tehát bizakodva várhatja a lettországi visszavágót. Gólból és kapufából is dupla. A Ferencváros középpályása Varga Roland eldöntötte a Jelgava elleni Európa Liga selejtező mérkőzést. Érdekesség, hogy E4 momentumot leszámítva sok hibával játszott a válogatott középpályás. Én is úgy éreztem, hogy a beadásaim azok már nem voltak valami jók, de egyébként sokat szoktam gyakorolni. Ma az így ilyen nap volt, hogy az nem, de viszont lőttem 2 gólt, és ennek legalább annyira örülök. Thomas Doll is érezte, hogy ugyan meccs előtti jóslata bevált. A legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt, és örülnék, ha lőnénk 2-t. De a pozitív eredmény kiemelése után rátért a negatívumokra is. Az első fél órában domináns játékot játszottunk, jól járattuk a labdát, védekezésből gyorsan letámadtunk. 30 perc után csökkent a tempó, amit nagyon sajnálunk, de 90 percen keresztül nem lehet bírni ezt az iramot. Kár, hogy nem született meg a harmadik gól. Több gyilkos ösztönre van szükség a visszavágón, Lettországban sem állhatunk be védekezni. Nem csak a Fradi játékosai, hanem az újságírók is ösztűz alá vették a Jelgavát, nevesül a klub edzőjét. Az egyik kérdésre, miszerint a Jelgava 2-0-as hátrányban időt húzott volna, így felelt a mester. Ön szokott futballmérkőzésekre járni? Köszönöm a kérdést, szoktam, igen, szoktam. Igen, szokott, igen. Előfordul máskor is, hogy a kapus úgy érzi, időre van szükség a kirúgáshoz. Csak egy kis szünetre volt szüksége, bármiféle szándékosságot felfedezni ebben merő rossz indulat. Miután Kurte ilyen további támadásokat is visszavert, így sommázta a mérkőzést és esélyeket. Ezen a meccsen csapatom tudásának 70-75%-át nyújtotta. A visszavágón ez másképp lesz. Hazai pályán a támadásoknál még bátrabbak leszünk. A lettországi visszavágót jövő hét csütörtökön rendezik.